Újabb Michelin csillagos éttermekkel bővült a magyar gasztro kínálat. Most először vidéki étterem is kiérdemelte a rangos elismerést, ráadásul a Michelin Guide étterem kalauz is Magyarország egészéről készült el. A vendéglátóhelyek sikere jó hatással lehet a turizmusra is. Kata. Köszönöm szépen, már is helyet cseréltünk, és itt ül velem szemben Hanvas Zoltán, a standétterem tulajdonosa, és a technika segítségével már is köszönhetjük Pesti István konyhafőnököt a Platánbisztoróból Tatáron. Jó estét mindenkinek! Jó estét! Jó estét kívánok én is! Na hát akkor így most egy beszélgetést gyorsan összehozunk, ugye, hát ugye azt lehet mondani, hogy csillagos lett a magyar gasztró égbolt, mert ez valóban így van. Mit jelentenek, kezdjük azzal, hogy mit jelentenek ezek a csillagok? Hát ha azt gondoljuk, hogy a gasztronómia, az étkezés, az a kultúrának a szerves része, akkor nagy mérföldköveket lépett át a magyar gasztronómia. Hiszen most először fordult el, hogy az egész országot vizsgálta a Michelin. Ugye a Michelin legfontosabb étterem ajánló guide, ez a gasztró éttermek utánkutatóknak a legfontosabb iránytű. És a másik pedig az, hogy a Platán gurmé és a stand étterem pedig bekerült abba az elitligába, hogy tényleg csak pár száz étterem, itt Európában tényleg pár száz étterem van, aki 2 Michelin csillag minősítést ért el. Ez tényleg egy olyan elitliga, ahol érdemes focizni, és ez már tényleg azt gondolom, hogy turizmus szempontjából is vendégeket fog vonzani Magyarország számára. Ugye a Platánnak ez egy nagy ugrás, mert hogy nem is volt egy, hanem egyből már is 2-re ugrott. Mit jelent ez egyébként egy séfnek, egy étteremnek, hogy rögtön azonnal 2 csillagot behúz? Hát elsőkörben nagy meglepetést okoz, illetve nagy örömet is emellett, hiszen azért az ember erre nem kalkulálhat, és nem kalkuláltunk mi sem erre a dologra, úgyhogy mi nagy meglepetés, nagy örömmel fogadtuk, és igen, ennek megvan a maga felelőssége és maga kellemes terhe, de ennek állunk elébe és próbáljuk ezt megugrani. Istvántól kérdezem, mint vidéki étteremtől, hogy mennyire nehezebb, vagy mennyire, nem is így kérdezem, hogy nehezebb, hanem mennyire másabb egy vidéki étteremnek ekkora szintet hozni, ilyen magas szintet? Hát megvan a nehézsége valóban, hiszen amikor ezt mi elkezdtük, akkor még nem csak, hogy ez a típusú vendéglátás, amit mi képviselünk, de még egy komolyabbnak számító étterem se sok volt az országban, és mi feladatunk az volt, hogy, vagy mi célunk az volt, hogy ezt valahogy ezt megváltoztassuk, és legyen hitünk abban, hogy tudunk vidéken is igen komoly vendéglátást csinálni, úgyhogy én ezzel a küldetés tudattal jöttem Tatára is. Ugye elindult egy gasztroforradalom, és nem véletlenül Hanvas Zoltántól kérdezem, hiszen azért ő már évek, évtizedek óta tulajdonképpen éllovasa ennek a magyar gasztroforradalomnak, lehet így mondani, hogy köszönhető ez a mostani siker, a 2 csillag, az 1 csillagok, és az, hogy egyáltalán ennyi értékelést és ajánlást kapott Magyarország annak, hogy a 90-es évekből kilépve, hogyha le ezt így mondani, akkor rengeteget léptünk előre az elmúlt évtizedekben. Szerintem István a hasonló generáció tagja vagyunk, és mi tanuló évünk és fiatal szakács éveink még az álmodozással teltek, tehát mi vágyakozva néztünk arra, hogy van Bocuse d'Or szakácsverseny, van Michelin csillag, és ennek neki kellett állni, szerintem először tükörbe kellett nézni, kellett húzni egy falat, és azt kellett mondani, hogy most akkor lerázzuk azt, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi világhírűek vagyunk, de ezt az ország határon kívül senki nem tudta, semmilyen értékelt étterem nem volt, Magyarország sose volt a Bocuse d'Oron, és elkezdődött a fiataloknak egy nevelése, és ők meg tudásvágyra voltak szomjasak, kinyílt a világ, internet, szakkönyvek, stb. Lelkes tulajdonosok lettek, akik nem sajnáltak, és hosszú távon terveztek ezzel az egész üzletággal, mert nap végén az étterem az mégiscsak egy üzlet, tehát annak üzletszerűen kell működni, és annak profitot kell termelnie, és hosszú távon gondolkoztak abban, és ez az eredménye annak, és én azt gondolom, hogy ez most már, hogy ez megtörtént, én azt gondolom, nagyon sokan fognak ebbe a ligába vágyni, és Magyarországon bízok benne, hogy elindul egy egészen új edukációs folyamat, és sokan akarnak majd tartozni ehhez a bizonyos csúcsgasztronómiához. István, lehet erre tudatosan készülni? Vagy amikor idézőjelbe érkezett a meghívás erre a gálára, akkor lehet már sejteni, hogy mi lesz a végeredmény, hogy mi lesz a díj? Mert hogy ugye ez nem publikus, amikor a meghívás érkezik. Tudatosan készülni szerintem nem lehet, arra kell tudatosan készülni, hogy minőséget próbáljunk produkálni minden egyes nap. Michelin Guide-ban is elmondták, hogy ők azt várják, hogy ne nekik főzünk, nem miattuk főzünk jót, hanem a saját tudásunk és elvárásainkhoz mérten. Úgyhogy szerintem az összes étterem, aki díjazva volt, és én nagyon bízom benne, hogy nem a Michelin Guide miatt teszi ezt a dolgát, hanem saját egyéni ízlésével és tudásával akarja mutatni, hogy milyen jó. A meghívás az még nem predesztinál semmire, hiszen a ajánlott étteremektől kezdve a Biurmanig és onnantól a csillagos éttermeknek a megítélése az helyben dől el, helyben nem is dől el, hanem helyben hangzik el. Úgyhogy erre előre kalkulálni, hogy mi milyen díjat fogunk, vagy milyen ismerést kapunk, ez balgaság lett volna részünkről is, mondom, mi pláne meg is lepődtünk, hogy egyből 2 csillaggal jutalmaztak minket. A Stand csapata hogyan vette ezt a díjat? Hát ugye még 18-ban nyitott az étterem, de hát van egy hosszú évtizedes együtt dolgozás Szúlydó Szavinával, Szél Tamással, Csakó Bajával, ők a társaim ebben a vállalkozásban, ugye 2-en a konyhán vannak, 2-en pedig próbálunk a vendégtérben dolgozni, és nagyon gyorsan jött az első csillag, talán az elő életünknek köszönhetően, hiszen 18 júliusában nyitott az étterem, 19-ben már meg volt az első csillag, és mi szerettünk volna, nyilván nem is sem a csillagért dolgozunk, nekünk legfontosabbak a vendégeink ugyanúgy, de nagyon jól esik egy elismerés, ez föld felett járnak 10 centivel az összes kollega, azért ebben egy 30 fős csapatnak a része, örök hála nekik, hogy ők velünk végigjöttek ezen az úton. Ez egy nagyon fontos összekovácsoló erő volt, és azóta is tart minden, és pont azt mondtuk, hogy lezárult egy cél csütörtök este, és innentől kezdve új célok nyílnak, hiszen még 3 csillagos étterem nincsen Magyarországon. Ugye egy olimpikonktól persze nyilván vannak olyan szabálytalanságok, ami miatt el tudnak venni egy érmet, de azért egy olimpikonnak megmarad az aranyérem. Itt viszont a csillagokat el lehet veszíteni. Mi kell ahhoz, hogy mi kell történni ahhoz, hogy akár egy, vagy a 2 csillagot is elveszítsük? Zoltán? Hát ez hála jó Istennek összesen 2-szer történt meg Magyarországon, ugye a Tanti és a Kosztesz Dantán vesztette el a csillagát. Valami kell, hogy történjen, tehát valami biztos, hogy történt ott, én ezt nem tudom megfejteni, a Michelin inspektorait kell erről kérdezni, de hát hál' Istennek fedeztek fel új éttermeket, új egységeket, és Magyarország soha nem látott erővel, 9 étteremmel szerepel a guide-ban, ráadásul 2 darab 2 csillagos étterem van. Az is igaz, hogy minden évben meg kell küzdeni, hiszen minden évben ki kell vívni ezt az eredményt, meg kell tartani ezt az eredményt, nyilván Istvánéknak is, nekünk is, és minden díjazott étteremnek az a legfontosabb, hogy megtartsa ezt, hiszen ha nem is a Michelinnek főzünk, de azért nagyon-nagyon komoly marketing segítség, és külföldre is egy óriási üzenet, hogy a magyar gasztronómia megmozdult valami, és ezen a 60 kilométeres tenger, ami Budapest és Tata között van, 2 darab 2 Michelin csillagos étterem van. Annyit hagy fűzzek hozzá, hogy ha ezt összevetjük mondjuk történelmi sorstársainkkal, az ex-szocialista országokkal, akkor azért visszaszereztük a vezetőhelyünket, tehát Lengyelországot, Csehországot. Az egész közép-kelet-európai régióban a Budapest-Tata tengely nagyon erős lett. Én gratulálok Pesti Istvánnak és Hanvas Zoltánnak és az egész csapatnak és az egész magyar gasztrovilágnak ehhez a csillaghulláshoz. Sok sikert kívánok, és én ezek után azért szurkolok, hogy meglegyen Magyarországon az a 3 csillag is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük.